Sziasztok! Most vizsgáljuk meg, hogy el lehet-e készíteni a DXN Ganoderma gyógygombás kávéit hideg vízzel. Hi there! Let's examine if DXN Ganoderma coffee specialties can be prepared with cold water as well. Okay, én most bemutatom nektek újra a DXN 3-1-es kávéját. Let me show you again DXN 3-in-1 coffee again. Új csomagolást kapott, tudjátok, hogy eddig dobozva volt. It has a new packaging, previously it was in boxes. I prefer this new packaging, I think it's more nice. Tehát nekem jobban tetszik ez a mostani csomagolása. És a cég külön az én kedvemért megkönnyítette a csomagnak a felnyitását. Amint látjátok, itt van egy ilyen kis fülecske csinálva. So DXN company made it easier, especially for me, to open these packages, as they might have seen me fiddling around with the packages in my videos. So here's this small thing. Jó, tehát itt nagyon könnyen ki fog nyílni. Erre már lehet, hogy rá kellett volna jöjjek a krémkávés videómban is. Én ott már szamuráj kardon, már mindennel próbáltam kinyitni. Valószínűleg azon is rajta volt már ez a kis valami fülecske, de én ezt nem vettem észre, aztán ugye nekiestem. So I might have recognized this small stuff in my cream coffee video, but I tried to rip it open by force as usual. Tehát figyel. Ennyi. So that's all. Okay, and let me show you the inside. It has 20 sachets of DXN Lingzi Coffee 3-in-1 EU. 20 tasak DXN 3-1-es EU kávé tartalmaz. Az EU ez megint azért van odarakva, hogy ez kifejezetten az európai piac számára készült. Tehát nagyon szeret minket a DXN, hatalmas forgalmat bonyolítunk, rengetegen imádják itt a kávét. So DXN company loves Europe very much. They made this EU 3-in-1 coffee especially for the European market, as there are many people in Europe who love healthy coffee. Okay, hát látjátok, hogy a kis tasak is megváltozott, ilyen hosszúkás lett. Nekem nagyon bejön ez a csomagolás is, tehát mondhatnám meg én, hogy jobban tetszik, mint az előző. So as you see, the sachet is also a new one. I prefer this one better. És akkor nézzük meg, hogy ugye hideg vízben el lehet-e készíteni. Na most az onnan jött nekem, hogy az egyik haverom megkérdezte, hogy hát, Taki, figyelj már, mi van, hogyha nincsen nálam forró víz, akkor az most hideg vízben is oldódik? Na és mondom, ez nagyon jó kérdés, próbáljuk ki. Ki is próbáltuk. Ugye mindig van nálunk nyáron egy kis ásványvizes flakon, vagy bármilyen flakon. Na most gondolom ezt a flakont, hát a márkát is sokan felismerik. Ezt most direkt nem cseréltem semmilyen no-name flakonra, vagy shakerre, direkt borzolom itt a kedélyeket, csak nem fogom elmondani a márkát, gondolom mindenki észrevett, hogy milyen lehet ezt minden boltba kapni, ezt a üdítőt, annak a flakonja. Azért is mondom ezt, mert DXN-nél, amikor én csatlakoztam meg, azóta se senki sem mondta nekem, hogy most én fogjam, csomagjam össze az eddigi termékeket, tehát szappanokat, krémeket, kávét, étrendkiegészítőt, ami eddig van, és dobjam ki és cseréljem le azokra, amiket már a DXN-től is be lehet szerezni. So let me translate into English. One of my friends asked me, yo Gary, can this coffee be prepared with cold water? What if we don't have any hot water with us? And I told him, okay, let's see. You know, especially in summer, but I think always we have small plastic bottles with us for water, and I also have one with me right now. It is the plastic bottle of a fruit juice. I don't want to name it, but it was intentional from me to show this to you, because ever since I joined DXN, no one has ever told me to, you know, to pack all the different other products like soaps, food supplements, other coffee or anything else, throw it away and replace them with products I can also buy from DXN, okay? So I have this bottle with me. Szépen felnyitjuk, mint kés a vajba. Megy nagyon jól. So I'm gonna pour the content of this sachet into this plastic bottle. Try not to spill any. Most próbálom nem kiborítani. És akkor most egy morinzi üvegből fogom beleönteni a vizet. I'm gonna pour water on it, cold water from a morinzi bottle. Kb. 2 decit vagy másfelet kéne ráönteni erre. Okay, so I pour approximately 2 or 1.5 deciliters of water.
sokkal könnyebb így, tehát próbáltam összekeverni, és láttatok már abban a videóban, hogy kávézne háborúzott, szépen az ágyon ülve elkavargattam kanállal a hidegvizes kávét. So it is much more easier to shake the three-in-one coffee in a bottle than to stir it with a spoon, as you might have seen make coffee, not war video. Most felrázom, ez így nagyon pöpec lesz. A végén bartender leszek itt. Tehát ez így kb. Ennyi idő alatt eloldódott, de én még rázok rajta egy kicsit. So it's already ready, yeah. Kicsit más íze van így egyébként, és nyáron kifejezetten jó, hogy hideg a kávé. Nagyon gyorsan csúszik így is, tehát elég veszélyes a dolog. Okay, so it's pretty good that in summer the coffee is also cold and it also seeps very fast, so it's pretty dangerous. Really. Oké, okay, egészségetekre. To your house. Delicious. Kiváló. Jégkockát is lehet belerakni, hogy tovább hideg maradjon akár, de nem hiszem, hogy ez nagyon sokáig ugye pohárba maradna. So you can put also ice cubes in it, but I don't think this coffee would remain in the glass for a long time. Tehát amit látjátok, a DXN Ganoderma gyógybombás kávé nagyon jól eloldódnak hideg vízben is, akár úgyhogy bátran el lehet nyáron is rakni a zsebünkbe magunkkal, és bárhol meg tudjuk inni. Okay, so as you see, DXN Ganoderma medicinal mushroom coffee is also absorbing cold water absolutely perfect. So I can recommend to you, you take these sachets with you on an excursion or anywhere and you can prepare the coffee in 1 minute. Okay, thank you for your attention. See you soon in another video. Peace, take care, goodbye. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Még egy terméket tutira be fogok nektek mutatni majd nem sokára. Addig is viszlát, sziasztok!